Sziasztok! A mai program a Laci barátomnak, mivel ma kábelt teszteltünk, kellene csinálnom egy POS tesztet, ugyanis ma úgy néz ki, elsütöttük a tesztelét, úgyhogy következő a helyzet. Egy telefon kijelzőjén keresztül szerelni, így jó. Na, szóval a lényeg, hogy a netkábelbe van négy színű vezeték, zöld, barna, kék és narancssárga, illetve van ezeknek a vezetékeknek egy tesája, ami fehér, de pici vékony csíkkal ott van a színjelölés, tehát ők így vannak párba, aztán leszettem hozzá, hogy van bekötve ez a POL vezeték, magyarul. Tehát van a barna kékünk, tehát barna kék, egyszer, meg van hozzá a színes barna, meg a színes kék, tehát a színesnek a kékje, meg a színesnek a barnája. Na, ez a négy az adat, ezt nem bántjuk. Tehát a négy szálon, a barna kéken, meg a fehér barna, meg a fehér kéken jön fel az áram, és így nem kell külön tápot vinni a wifi egységnek, hanem ezen a négyen jön a áram, ezen a négyen pedig kommunikál vele a történettel, és így ugye a barna a mínusz, a kék a plusz. Tehát barna a mínusz, kék a plusz. Itt is barna a mínusz, kék a plusz. Tehát így párba jön fel a kakaó neki. Na most is erre kéne egy tesztet, hogyha ugye bedugjuk, kéne valami visszajelzés róla, hogy ez működik-e vagy nem. Na erre csináltam én ezt a csodát. Tehát ugye van egyszer egy csatink. Nagyon jó, behoztad élesbe. Szabvány szerint bekötve, illetve van hozzá az én általam kreált történet. Tehát ugye a kettő, a zöld meg a narancssárga, ezt így lehajtottam a tesajával együtt, mert ez nem kell bele. Ehhez jön hozzá, hogy ugye a kék barna és a fehér kék és a fehér barna, ezen jön az áram be. Na most, ugye teszek rá egy ledet. A lednél a hosszabbik lába a pozitív, a rövidebbik lába a negatív. Itt önállam most úgy oldottam meg, hogy ha helyesen van bekötve, akkor a zöldnek kell világítani, ha rosszul van bekötve, akkor a piros világít, és így mind a két szállat le fogja nekünk vizsgálni, hogy működik-e. Hát és az a gyakorlatban úgy néz ki, hogy van egy kis áramunk. Igen, és de jó úgy szerelni, hogy nem látok semmit belőle. Na, tehát, ha jól működik a történet, amikor rákötöm az egyik oldalra, na szóval kigyulladt a piros. Ha megfordítom, kigyullad a zöld. És kell rá egy 1K-s ellenállás, ugyanis 24 volt, ez 12, amivel megy, de szerintem 24 is fogja megsütni. Na tehát az első készen van, nézzük a másodikat. Jön a második tesztje. Tehát piros, megfordítom. Zöld. Na. Ennek most szépen csinálok egy kis szigetelést és egy tokot. A szigeteléshez barátunk a MacGyver-es szigetelőszalag. Amit mindjárt meg is találok, csak bénázok egy sort vele. Előtte ejni. Mert nem szeretném, ha összeérne.
Ezáltal lenne egy csodálatos zárlat. Szóval... Így. Tehát kapott ide egy kötést, ide is fog kapni egy kötést a kettő közé. Így. Csak nincs helyünk, de megoldjuk. Olyan nincs, amit nem oldanánk meg. Na szóval... Így, né? Tehát... szigeteltük a ellenállás és a ledek között. Egy gyors utolsó teszt. És ha működik, akkor a végeit is lezárom. Piros. A másikat már nem tesztelem le, a másik fordítottját úgy is fog menni. Jó. És gyakorlatilag innentől a maradékot leszigetelő szalagozva. Így. Egyszer az elkészült, jön a másik fele. Így. Jön a kövi. Tehát ugye nem látom kiálló fém részeket. Jön a kövi. Na, tehát gyakorlatilag maga a cucc az így néz ki. És ha ezzel elkészültünk, túrtam neki valami kis dobozt, dizájnos, yes. Fúróval megfúrtam egy picit, hogy itt bemenjen a vezeték. És akkor nagyon óvatosan megpróbálom belehajtani, hogy ez jó legyen. Egyszer. Lehet előbb leszünk, ha elhajtom a ledet oldalra. Na szóval még egyszer. Tehát oldalra, mert egyébként kicsi a hely benne. És... így. Na. Jelentem, készen van a távolabb. Hozzuk ezt a kamerát. Készen van a kábel tesztelünk. Remélem tetszett. Sziasztok!